Miért érdemes irodalmat olvasni? Erre a kérdésre is választ kaphattak azok a tanulók, akik részt vettek Fűzfa Balázs irodalomtörténész szövegértés, világértés című előadásán a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola dísztermében. A válasz leegyszerűsítve, azért, mert segít megérteni magunkat, másokat, a világot. Délelőtt diákoknak tartottam előadást, és Nagy Imre igazgató úr körülbelül 100 diákot szervezett a szekszárdi középiskolákból. Nagyon lelkesítő volt a jelenlétük. Amúgy is az nagyon jó, hogyha az ember diákoknak tud beszélni irodalomról, ráadásul olyan diákoknak, akiknek valószínűleg nem ez lesz a szakmájuk. Tehát a kihívás még erőteljesebb, mert az embernek még jobban össze kell szednie magát, hogy meggyőzze őket mégis arról, hogy az irodalom a létezéshez nélkülözhetetlen élményeket adhat a számukra, és esetleg mondjuk a 100-ból 2, 3 vagy 5, netán 10 lesz olyan, aki a közeljövőben nem csak ennek az előadásnak a hatására, de mondjuk inspirációt innen is szerzett hozzá, elolvas egy regényt, elolvas 3 verset, vagy elmegy meglátogatni Babits Mihály szobrát és múzeumát, Mészöly Miklós múzeumát, vagy éppen a levéltárban most nyílt Mészöly kiállítás, akkor már volt értelme. A szakember úgy fogalmazott, hogy az irodalom gyakorlatilag nélkülözhetetlen egy ember életében, hiszen különleges helyszíneket, korszakokat tapasztalhatnak meg ezáltal, illetve közvetítő szerepe is van. Igen, délután a magyar tanárokkal találkoztunk, egy másfél tucatnyi magyar tanár volt itt, szintén a szekszárdi iskolákból. Az meg azért inspiráló, mert hát kollégák közt mindig izgalmas beszélni arról, hogy mit szeretünk csinálni, mit nem, mi az, amit muszáj, és próbáljuk az örömöt is oda tenni mögé, de az világos, hogy egy azonos szakmát művelő közösség számára a közös élmények adnak egyfajta pozitív élményt, remélhetőleg mindenki számára, és hát remélhetőleg, ha jön egy előadó, akkor tud valami olyat mondani, amivel még esetleg nem találkoztak. A legérdekesebb, talán legfontosabb ebben bizonyos szakmai tapasztalatoknak az átadása, netán ötleteknek az átadása. Én úgy éreztem, hogy ilyen volt most itt, amit még a végén is a kollégák megegyeztek, hogy milyen érdekes lehet az, amikor egy diák fejből megtanulja és tudja, és el is tudja mondani a János Vitézt vagy a Toldit. Karintival tudnék legegyszerűbben válaszolni, hogy azt mondta, hogy az irodalom nem más, mint irodalom. Tehát ezzel azt tréfa persze, de azt próbálta kifejezni, hogy valami olyan fölösleges dolog, ami azonban mégiscsak nélkülözhetetlen, hiszen az irodalom, teszem én hozzá, szórakoztatási lehetőséget ad, filmek alapanyagát szolgál, színházi művek alapanyagát szolgáltatja. Tehát ez már a negyed életünket kiteszi, amiket felsoroltam. De a legfontosabb persze az önálló olvasás. A 80 nap alatt a föld körül elolvassuk, fiúk főleg, gyerekkor, az Abigailt elolvassák a lányok. És olyan dolgokat élhetnek át, amelyeket nyilván a saját életükben nem élhetnek át. Tehát az irodalom ez a legegyszerűbb funkciója, hogy elvisz bennünket olyan tájakra és olyan időkbe, amelyekben nem éltünk, nem fogunk élni, és ahol nem éltünk és nem fogunk élni. De nem ez a legfontosabb, mert a magasabb szintje az irodalomnak az, hogy nagyon bonyolult, összetett emberi érzéseket közvetít. Az irodalom által az ember jobban megismeri önmagát és a másik embert. A legfontosabb érzéseket, a szerelem, barátság, becsület, haza, családszeretet. Ezeket az érzéseket azt hiszem, hogy a legmélyebben a művészetek segítségével jelesül az irodalom. Persze a zene, a festészet, akár még a vallás is, ami nem művészet, ide tartozik, de ezek adják a kulcsot, az eszközöket, a lehetőségeket számunkra az, hogy ahhoz, hogy egy kicsit vigasztalódjunk az kikerülhetetlen elmúlás elől vagy miatt, hogy egy kicsit kitágítsuk a határainkat időben és térben és érzelmekben egyaránt. Bár úgy tűnhet, hogy a 21. században a digitalizáció szinte minden területen átvette az uralmat, és a szülők aggódnak, hogy a gyerekek elvesznek ebben a világban. Az irodalom történész elmondása szerint nem akkora a probléma, mint ahogy azt sokan gondolnák. Az én meglátásom és állításom szerint a mai gyerekek, annak ellenére, hogy nekünk úgy tűnik, számunkra úgy tűnik, hogy éjjel-nappal a telefonjukat nyomkodják, szeretném, ha a felnőtt társadalom végre szembesülne azzal, hogy a mai gyerekek sokkal több szöveget használnak, mint mi használtunk valaha is. Mondhatjuk úgy inkább, hogy több betűt használnak, de hiszen
az ő kultúrájuk szemben a mi verbális, vagyis szóbeli kultúránkon elsősorban az írásbeliségen, Balázs Géza nyelvész ezt úgy hívja, hogy másodlagos írásbeliségen alapszik. Ez azt jelenti, hogy a kommunikációjuk tele van smiley-kkal, különböző grafikus jelekkel, és szavakkal, szótörmelékekkel, szótöredékekkel. Tehát egy új típusú nyelvet használnak a mindennapi kommunikációban, vagy az iskoláról való, vagy a szülőkről, vagy a sporteseményekről való, úgymond írásbeli beszélgetésben. Most az lenne a jó, de egész nap ezt csinálják, tehát 1 millió betűt használ minden tizenéves, minden nap, az az érzésem. Mi meg csak mondjuk 10 000-et használtunk. Csak a mi 10 000-ünkből 5 000 szép irodalom volt, az ő 1 milliójukból meg csak 500. Tehát valahol kettő között van az igazság. Tehát nekünk el kéne fogadnunk azt, hogy ők más nyelven beszélnek, más kulturális események fontosak számunkra, és hogyha mi ezt kezdjük elfogadni, akkor ők el fogják majd fogadni azt, hogy lehet, hogy az is fontos, amit mi mondunk, tehát érdemes elolvasni a 80 nap alatt a Föld körült, vagy Petőfi összes verseit, vagy Hári Jánost, vagy nem tudom micsodát, Szexárdon idevalósít Mésző Miklós regényeit. Tehát a kompromisszum, az olvasás, ezért mondtam azt egyébként délelőtt is, meg most is, hogy a szövegértés, világértés. Tehát, hogy aki többet olvas Babicsot, meg Mészőt, Petőfit, József Attilát, az jobban érti a világot, kevésbé veri át őt a világ. Tehát tulajdonképpen én nem vagyok kétségbeesve. Nagy Imre igazgató szerint néha szükség van egy kis szünetre. Az irodalmi nap legfőbb célja az volt, hogy egy újabb löketet adjon, felélénkítse az olykor szürke mindennapokat. Tanár úr órái voltak a számomra legkedvesebbek. Már a szakközépiskolában is olyan meghatározó tanárok tanítottak, akik hát tulajdonképpen az irodalom felé engem is elmozdítottak. És egy nagyon jó megerősítés volt a tanár úr órája. De tulajdonképpen a Szombati Tanárképző Főiskola minden tanára hát még mindig máig nagyon, nagyon jó emlék, és mindig is egy útra valót jelentett számomra az élethez. Aztán ugye igazgatóként meg azt látom, hogy a szakképzésben rengeteg változás van, de hajlamosak vagyunk néha megfeledkezni a közismereti tantárgyakról. És én úgy látom, hogy a tanulókra és a kollégákra is ráfér egy ilyen kis felfrissülés, hogy néha megálljunk, ebből a mókuskerékből kilépjünk, és hallgassunk ilyen előadásokat. Egyrészt lélekemelő is, meg inspiráló is, ad egy újabb lendületet a tanulóknak is, a tanároknak is, és lássuk azt, hogy a szakmatanulás az nagyon-nagyon fontos, biztos, hogy nagyon jó szakemberekké válnak, de mondjuk pont a vendéglátás területén, hogyha vendégekkel nem tudnak kommunikálni a tanulóink, akkor oda minden. Tehát egyrészt van ennek olyan értéke is, vagy van ennek olyan vetülete is, hogy nyilván egy általános műveltséget adunk nekik, hiszen érettségit is biztosítunk számukra, és nem elég az, hogy az érettségére készülünk, nem elég az, hogy a tananyagot elsajátítjuk, a tételeket magoljuk, tanuljuk meg, megfeleljünk egy vizsga elvárásának, hanem azt hiszem, hogy a lényege az a tanításnak, tanulásnak, hogy aztán az életben hogyan boldogulunk, hogyan látjuk a világot, és azt hiszem, hogy ez a tanulók fejlődéséhez nagyban hozzájárul.